Nyúl, sárkány vagy kígyó van a képletedben? Akkor állj meg, elmondom, hogy mi vár rá decemberben. Természetesen a nyulat sem hagyja békén és nyugton a patkány, ugyanúgy kihozza belőle a szexualitást, a szerelmet, a romantikát, mint ahogy a patkányból is a patkány meg a nyúl. Tehát egész egyszerűen ebben a nyúl évben, patkány hónapban a nyulaknak teljes mértékben a szerelmen fog járni az agyuk, és nagyon sikeresek is tudnak lenni ebben. Tehát, hogy érdemes randira menni, érdemes a kapcsolatokat egy kicsit felfrissíteni, érdemes ebben az irányban tevékenykedni, mert az univerzum ezt nagyon támogatja, ez egy ilyen szerelem hónap a nyulak számára. Amivel vigyázniuk kell, az a kiégés, mert a nyulak most hajlamosak lesznek arra, hogy mindenbe 1000%-kal vessék bele magukat, és akár a bulizásba is, és innentől kezdve megvan a veszélye annak, hogy túlzottan sok alkoholt fogyasztanak például, de ugyanígy megvan annak a veszélye is, hogy túl sokat dolgoznak. Úgyhogy vigyázzatok nyulak a kiégéssel, mert most titeket decemberben ez rettentően veszélyeztet, egész egyszerűen, mert a ti képletetekben ott van két nyúl, ott van a patkány, egyszerűen egyfolytában csinálni akarjátok a dolgokat, és valahol megállt kell ennek majd parancsolni, jó? Úgyhogy vigyázzatok a kiégéssel, mindig mielőtt egy újabb projektbe belevágtok, azelőtt gondoljátok egy, hogy tényleg szükséges ez? Tényleg kell, vagy pedig ez már a 28. dolog, amit nem fogok elvírni a hátamon. Viszont ha erre figyeltek, akkor alapvetően ez egy jó kis sikeres hónap lehet számotokra. Kedves sárkányok, nektek rettentően változatos hónapotok lesz, nagyon sok minden fog benne történni, és nagyon sok váratlan dolog fog történni, de szerintem ti ezt szeretitek, tehát, hogy úgyis bennetek megvan az a biztonság belül, amire szükségetek van ahhoz, hogy a változásokat kezeljétek. Úgyhogy alapvetően egy nagyon jó kis sikeres hónap elé néztek, nagyon-nagyon változatos hónap elé, ne számítsatok arra, hogy bármi is kiszámítható lesz, tehát hogy ezt felejtsétek el. Egyetlen egy dologra figyeljetek, ne kockáztassatok. Tehát bármiféle döntést hoztok meg, ne legyen az, hogy a kockázatosabb utat választjátok, mert ebben a hónapban hajlamosak vagytok arra is, hogy akár vakmerőbbek legyetek. És ezzel óvatosan kell bánni, mert csak akkor tudtok győzni egy-egy döntésben, hogyha ugyan bátor döntést hoztok, de olyan döntést hoztok, amit előtte rettentően alaposan körbejártatok. Hogyha nincs meg ez a körbejárás, hogyha nincs meg ez a biztos tudás, ami alapján hozzátok a döntést, akkor az egy mélybeugrás, jó? Úgyhogy ne legyetek vakmerőek, átgondoltak legyetek, és az alapján hozzatok nyugodtan bátor döntéseket, de vakmerőek ne legyetek. Ami még fontos, hogy koncentráljatok a munkára, a munkában most rettentően sikeresek tudtok lenni. Kedves kígyók, hát nem ez lesz a kedvenc hónapotok, az biztos, abszolút lehetnek jó kis kommunikációs félreértések is, ugye ez itt a karácsony hónapjában úgymond, abszolút lehetséges, hogy családi problémákhoz is vezethet, de az biztos, hogy mindenféle félreértés lesz az életetekben, úgyhogy ezzel vigyázzatok. Hajlamosak lesztek ti is arra, hogy kockáztassatok, úgyhogy kígyójegyűek. Főképp azok, akiknek mondjuk a kígyó a hónapjában van, mert hogy az pont a munkát érinti, a munkaoszlopot érinti. Nagyon-nagyon óvatosak legyetek, légy szíves, mert nagyon-nagyon nagy veszélybe tudjátok sodorni magatokat, jó? Ti se hozzatok semmiféle kockázatos döntést, mielőtt nagyobb döntést hoztok, azelőtt nagyon alaposan járjátok át a dolgot. A kommunikációs félreértésen kívül hajlamosak lehettek majd arra, hogy fölhergeljétek magatokat. Erre is nagyon figyeljetek oda, pontosan a kommunikációs félreértések miatt egész egyszerűen belehergelitek magatokat olyan szituációkba, amik nem is léteznek. És aztán ebből is újabb kommunikációs félreértések lesznek, úgyhogy óvatosan ezekkel, kérlek szépen, vigyázzatok magatokra. És ha tehetitek, akkor utazzatok el, mert a kígyóknak ebben a hónapban nagyon jó az utazás. Tehát, hogyha tudnak, akkor utazzatok el, vagy tudtok, akkor utazzatok el, mert minden kígyónak ez nagyon, nagyon nagy feltöltődést jelent. Holnap pedig hozom a lovat, a kecskét és a majmot, hogy mi vár rájuk decemberben. Gyertek akkor is!